Sziasztok! Én Burian Eszter Ászter vagyok, üvegfestő, üvegfestő alkotó, üvegfestő művész, kinek hogy tetszik. És a Meselámpa brand megalkotója. Ez egy kézzel egyedileg festett gyermek éjszakai hangulatlámpa kollekció, illetve az üvegre kattanva üvegfestő kulisszatitkok online stúdió létrehozója, tanára, megálmodója. Egy 30 napos kihívásban veszek most részt. Az első napnak a kihívása úgy szól, azt a feladatot adja, hogy egy vicces posztot tegyek ki a közösségi médiába. De ebben a vicces posztban, lévén április 1-je jelenleg, semmi vicces nem lesz. Egyedül csak az, hogy reggel óta készülök ennek a videónak a felvételére, és most van délután 3:30. Arról nem is beszélve, hogy még a reggeli kávémat sem ittam meg, erre készülök most. Egy 2 éves kisgyerekkel vagyok itthon. Van egy középső, 5 éves nagyobbik lányom, illetve egy 8 éves legnagyobb lányom. Emellett 3 gyerekes családanyaként próbálom az alkotásokat kivitelezni, illetve az üvegfestő stúdiómat működtetni, a vállalkozást menedzselni, és így egymagam nem unatkozom, mondhatnám, hogy elég szűkösen vagyok időben. Ezt a posztot is reggel óta próbálom ezt a videót elkészíteni és felvenni, hát most sikerült. Úgyhogy ennyit a vicces voltáról. Viszont viccen kívül szeretném nektek bemutatni az egyedi kézzel festett meselámpák egy darabját, ami nem régen készült. Csak hogy képet kapjatok ti is róla, hogy hogyan néz ki egy ilyen meselámpa. Ez egy asztali lámpa verzió, és üvegfestékkel dolgozom rá, hideg sík üvegfestés technikájával. A gyerekek nagyon-nagyon szeretik, mert a saját kis mesekuckójukat, saját kis gyerekszobájukat díszíti. És egy olyan egyedi lakásdekorációt kínál a szülőknek, amivel könnyedén lehet meghitni és otthonossá varázsolni a gyermeki légkört a családon belül vagy az otthonon belül. Emellett nagyon jól esik tehát a hangulat fényénél nagyon jól esik az esti bekuckózás, a gőzölgő kakaóval való esti meseolvasás, mesehallgatás. Úgyhogy azon vagyok, hogy ezt minden kisgyermek otthonába eljuttassa.